Mégsem esett csapdába az egér, mondta az édesanyja a bánatos Marikának. Anyja azt hitte, Marika a cukorkáit gyászója és az egértől fél, ezért hozzáfűzte: De azért légy nyugodt kislányom, nem tűrjük tovább a gonosz egeret. Ha az egérfogó nem segít, majd fölhoz a fricia a szürke macskát. Marika alig, hogy egyedül maradt a szobában, az üvegszekrény elé lépett, és zokogva fordult diótörőhöz. Ó, kedves jó úr, mit tehetnék én szegény szerencsétlen kislányonért? Ha oda is adom valamennyi képes könyvemet, Egér király még többet követel. Mit évő legyek? Mit évő legyek? A kis Marika még így panaszkodott és iránkozott, észrevette, diótörő a nyakán megsebesült még azon az első éjszakán. Azóta, hogy tudta, diótörő tulajdonképpen az ifjú Drosselmeyer, a főtanácsos unoka öccse, nem vette a karjára, nem becézgette, nem csókolgatta, most azonban óvatosan leemelte a polcról. Zsebkendőjével a csöpp kis vérfoltot dörzsölgetni kezdte, de egyszerre döbbenten érezte, diótörő teste átmelegszik, mozdul. Gyorsan visszatette hát a polcra, s ekkor diótörő halkan azt csuttogta. Ó, drága stalbaum, kisasszony! Föl ne áldozza képes könyveit, csak egy kardot szerezzen nekem, meglátja, a többi az én dolgom. Ekkor diótörő kifogyott a szuszból, és szeme ismét mozdulatlanná vált. Marika csöbb borzalmat sem érzett, inkább ugrált örömében, most már tudta módját, miként menteti meg diótörőt áldozatok nélkül. De honnan szerezzen kardot az emberkének? Este, amikor egyedül maradt a szobában Fricivel, mindent elmondott neki, ami diótörővel és egér királyjal történt, és azt is elmondta, mi módon lehet diótörőjét megmenteni. Fricit csak az ejtette gondolkodóba, hogy a huszárai ezért megkérdezte, valóban úgy történt -e minden. S mivel Marika szavát adta rá, Frici eltökélten az üvegszekrényhez lépett, lendületes beszédet tartott huszárainak. Aztán gyávaságuk és önzésük büntetéséül egyenként letépte csákójuk rózsáját. Ami a kardot illeti, mondta Marikának, módonban áll diótörőt megsegíteni, Tegnap helyeztem nyugállományba egy kimustrált vértes ezredest. Nincs szüksége többé jó éles kardjára. A mondott ezredes a harmadik polc egyik hátsó zugában élvezte a kiutalt nyugdíjat. Most elővették onnét. Leoldották formás ezüst kardját, és diótörő derekára csatolták föl. Marika a következő éjjel félelmében nem tudott elaludni. Úgy éjféltájt meghallotta a különös zajt, zörgést, mozgolódást a nappali szobában egyszerre fölhangzott cinc, Az egér király. Az egér király, kiáltotta Marika, s rémülten ugrott ki ágyából. Mély csönd volt, de nem sokára halkan-halkan kopogtattak az ajtón, s egy finom hangocska szólt. Drága stalbám kisasszony, nyissa csak ki bátran az ajtót. Jó és örvendetes hírt hozok önnek. Marika megismerte az ifjú Drosselmeyer hangját, magára kapta kis szoknyáját és ajtót nyitott. Diótörő állt ott, jobbjában véres kard, baljában pici viaszgyertya. Alig pillantotta meg Marikát, térdre ereszkedett, és így szólt. Te vagy, ó hölgyem, ki lovagi bátorságot öntöttél belém, s megacéloztat karomat. Legyőztem a vakmerő egér aki gúnyt mert űzni belőled, Légy kegyes elfogadni, Óhölgyem a győzelem jelét sírik hű lovagot kezéből. Azzal diótörő ügyesen lepergette balkarjáról egér király hét aranykoronáját, s átnyújtotta stálbám Marikának, majd fölállt, és így folytatta. Ó, mi pompás dolgokat mutathatnék kegyednek egy győzelmi pillanatban, ha kegyeskedne követni. Tegye meg! Tegye meg!